Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm a stúdióban Barkóczi Zoltán előadóművészt. Egy nagyon szép díjat tartok itt a kezemben, Karcagváros kultúrdíjat vehetett át Szepesi Tibor polgármester úrtól. A Karcagváros érdekében végzett kiemelkedő kulturális és művészeti tevékenységért szeretnék ehhez először is gratulálni. Köszönöm szépen. Azért sok-sok évtized van már ön mellett zenészként, de hogyan is indult a pályafutása? A szüleim gyerekkorban beírattak a zeneiskolába, Freshly Judit tanárnőhöz, akire mai napig nagyon jó szívvel és nagy szeretettel gondolok. Amikor néha hazajön, akkor találkozunk, és az mind a kettőnknek egy nagyon öröm. És miért pont a zongora? Hát ezt a szüleim választották, nem tudom milyen megfontolásból. A bátyám az ugye az hegedűre volt beíratva, ő ugye hegedűművész lett, és sokáig a Debreceni Szimfonikus Zenekarnak az első embere, mint koncertmester dolgozott, de utána feladta ezt a koncertmesteri állását egy külföldi turnékért. És egyébként a család az egy zeneszerető család volt, zenész család volt? Mind a két fél részéről, igen. Apám is zenész volt, anyámnak a fiú testvérei is. Úgyhogy nem is nagyon volt más elképzelés, hogy engem milyen pályára adjanak. De akkor önnek sem esett nehezére, hogy elkezdjen zenélni? Hát nem, mert mondom, az első tanárnőmtől, akitől megtanultam a zongorázás alapdolgait, én őt nagyon szerettem, és szerintem ő is szeretett engem. Tehát akkor ez egy meghatározó dolog volt, de itt úgy tudom, hogy a család azért össze a zenekarként is, tehát zenéltek együtt. Hát ez már majd a későbbiek folyamán történt, mert én itt, mikor leérettségiztem, utána rögtön dolgoztam, mint zongorista. Az első munkáim a Szivárvány Presszó volt. Hát mi még emlékszünk rá. Igen. Utána elvittek katonának, és utána azért vittek oda Szolnokra a Kiliár repülőműszaki főiskola laktanyába hívtak be, mert rá volt írva a papíromra a szakképzettsége zongorista. És ott pont a tisztikubolt meg nem volt zongorista. És így... Akkor kicsit kiváltságos volt ez a katonaság. Hát igen, mindenféle szempontból, mert hát beraktak a katonazenekarba bennünket, de esténként heti három alkalommal a tisztikubba egy egész profi zenekarra bekerültem be, akiktől sokat tanultam, mert ők már ugye idősebbek is voltak, meg rutinosabb muzsikusok is voltak, mint én. Egyébként milyen volt ott első alkalom egy nagy zenekarral játszani? Hát az nem annyira nagy zenekar volt, mert hárman vagy négyen voltunk, mert volt egy tisztelyettes, ő volt a zenekarvezető, meg három sarkat, négyen voltunk. Hát jó érzés volt, mert egyrészt barátok voltunk, a zene is összekötött bennünket, meg hát egy nagyon nagy élmény volt, hogy kijönni a laktanyából, és akkor bemenni egy szép kis étterembe, ahol fillérekért kaptuk meg a finom vacsorákat, mert a katonatiszteknek jutányos áron adták, és nekünk is ugyanúgy. Tehát ez egy nagyon jó dolog volt. De akkor mondhatjuk, hogy ez volt az alap, ami elindította esetlegesen a vendéglátásnak ezen része iránt, hiszen azért van tanítás is. De amikor visszajött katonaként Karcagra, akkor hol helyezkedett el? Hát azért még vissza szeretnék térni erre a katonaságra, mert ott volt egy külön körletünk, és volt ottan egy úgynevezett kis zeneszoba, és volt ott egy pianino. És akkor volt életemben első lehetőségem arra, hogy ott van egy kis terem, nekem ott van a pianino, és akkor szintén akkor előről kezdtem a zongoratanulást, a C-dur skálától kezdve. És volt is kedvem gyakorolni, meg élveztem is a dolgot, és úgy érzem, hogy mert akkor még két év volt a sorkatonaság, hogy ott nagyon sokat fejlődtem. Nagyon sokat fejlődtem, úgyhogy
már mikor leszereltem, akkor elmentünk, ez kötelező volt, tehát egy végül is egy Budapestre jártam utána Csík Gusztáv zongoraművész, világhírű jazz zongorista feljártam hozzá tanulni, és rögtön megkaptam a legmagasabb minősítést, a úgynevezett A kategóriát, ami most már nem jelent főleg a civil embereknek semmit. Hát akkor az volt a szakma krémje. Igen, hát ez a legmagasabb minősítés volt, és abban az időben ugye ez egyrészt presztízs kérdést is jelentett. Meg hát a Gázsiban is, gondolom, hogy abban is azért és, volt. És ugye, hogy kinek mennyi volt a fizetése, mert ha valaki megkapta ezt az A kategóriát, akkor azok kaptak a legtöbb fizetést. De Szolnok megyében nekem volt 25 éves koromra a legmagasabb fizetésem az egész zenészek közül. És hát gondolom azért ott a klasszikus zene mellé jöttek a fellépések során, a magyar nóták, a sok-sok olyan dal, amit kértek öntől. Hát összeszámolta, hogy ez hány ezer darab lehet, amit most el tudna játszani? Nem, ez akkor derül neki, hogyha mit tudom én, 1000 ember beülne, és mindenki kérne egy számot, és vagy tudom, vagy nem, ez akkor derül neki, de ez a magyar nóta, meg a Benyacsi Gusztávtól jazz tanultam. Uh-huh. Hát rövid időn belül rájöttem, hogy ha valaki jazz játszik, Magyarországon abból nem lehet meg. Karcagon nem biztos, hogy erre van nem igény. Nem csak Karcagon, egész Magyarországon, hát aki nemrég meghalt, szegény, világhírű jazzzongorista, Szakcsi Lakatos Béla. Ő a tévében nyilatkozta, hogy Magyarországon megélhetési gondjai vannak. Na most én erre hamar rájöttem, és akkor a közönségnek próbáltam játszani az akkori slágereket, meg hogy fölmérni, hogy kinek mi az igénye. Tehát nem azt játszottam, amit szerettem volna, hanem amit a közönség. De azért mindig vigyáztam arra, hogy a tánczenékből is az igényesebb dolgokat helyeztem előtérbe. Én még egyszer gratulálok ehhez a jeles díjhoz, és jó munkát, jó egészséget kívánok önnek. Viszont kívánom, és köszönöm szépen.